10. 7-10. Tisztelt hölgyek, urak! A falunapi programunk utolsó fellépője csupa-csupa pókaszepetkiből áll. Következik a Slózi Rock! Jó estét kívánunk kedves mindnyájátoknak, hölgyeknek, uraknak, kicsiknek, nagyoknak és a szépkorúaknak is. Nagyon-nagyon szépen köszönjük Tóth András polgármesternek a meghívást. Még a feleségemnek, meg a legkisebb kisfiamnak is meséltem, mikor bementünk ide a WC-re, hogy én is ebbe az iskolába jártam, illetve a Peti is, és a Tibi is. Remélem, szerintem valamennyien megismerjük egymást, én mindenkit ismerek, itt úgy érzem is. Nagy öröm ez számunkra, hogy egy ilyen pandémiás időszakot követően ismét találkozhatunk, egy kicsit együtt lehetünk. Mindegy, hogy hol ebben a világban, az a lényeg, hogy fogjuk meg egymás kezét is szeretetben, mert ezt csak együtt lehet végigcsinálni munkában, szórakozásban és a családban időben. Ennek jegyében szóljanak a dalok részünkről. Az elmúlt időszakban, amikor koncerteztünk, csak saját szerzeményeket adtunk elő. Most viszont egy kicsit lájtosabbra vettük a figurát, és azt beszéltük meg, hogy néhány régi olyan dalt dolgozunk fel, és játszunk el nektek, amit majd esetleg ti is tudtok velünk együtt énekelni,
és ismerősebben csengenek, mint azok a dalok, amelyeket mi magunk írtunk, mert azokat már mi magunk se ismertük olyan nagyon, az újdonság erejével hatott, amikor próbáltuk őket. Úgyhogy sok szeretettel. A dalok szövegeit tekintve sem utolsó, ahogy kiválogattuk a dolgokat, mert mindegyik szól valamiről. És ennek legyenek mélyebb értelmei is, ennek tükrében sok szeretettel, teljes szívvel játszunk ma nektek. És énekeljünk együtt, amit lehet. Oh!
Nagyon szépen köszönjük. Ez már ugye egy kicsit ismerős volt. Valahonnan elindultunk a régi jó hobó időkből, balatoni bulik, akár korál, de ez a régi jó hobón út a Trabantba, 8-an. Ez volt az igazi, következik egy saját dal. Köszönjük! Ezt 82-ben írtuk ezt a dalt, de még ma is igaz. Az epilógia az főleg, mert ma azt a korszakot éljük. Szerencsére. Meglett a jó is, és a szép is. De az mindennek keresztül kellett menni. Következzék egy dal, amely olyan pénznemről szól, ami már nincs. Nagy érték volt. Yeah.
olyan szomorúan. Nálam mindig! Nálam mindig két forint el adat! 2022-ben mennyi lesz a vásztábla? Nálam mindig két forint el adat! Köszi szépen, de nem egy bál. Nagyon aranyosak vagytok, és köszönjük szépen a hozzájárulást, az adományt. Már nem kalapozni jöttünk, de szintén egy saját szerzemény következik önmagunkról, belülről. Közben kikeresztettem a dalokat, mert nem mindegyiknek tudom fejből már a szövegét. Következzék egy Chicago blues, szintén egy korszakból. Játszottunk egy zenekarban, amelynek az volt a címe és neve, hogy Hank and the Hound Dogs. A végén majd el fogom mondani ennek is az apropóját, hogy miért. We'll be right back.
Oké, jó. Na, az lesz majd a ráadás, jó. Elszoktunk már ettől, hogy közben így kommunikálunk fülből-fülbe. A régi Zala Istvánok állapban így volt, ma már ez nem igen játszik. Ez a dal arról szól, szintén saját szerzemény, hogy valaha nagyot álmodtunk, mertünk nagyot álmodni, és még mindig merek nagyot álmodni, és lehetőségekhez képest meg is valósítani. Ezt kívánom nektek is. Sötét égen voltunk, felhős volt az ég, messzeségből jöttünk, nem volt sok remény. Láthatták az eget, nem volt rajta fény, de már később felgyulladt a fény.
nagyon szépen köszönjük. Valamikor ez a dal is nagyon-nagyon megihletett bennünket, ezért szedtük bele a legeslegelső saját szerzeményünkbe. Következik egy olyan kellemes hangvételű dal, ez már majdnem bál. Tehát azért így hozzuk össze, hogy ne borotváljunk nagyon itt a metal zenével. Egy olyan dal következik most, amelyet szerintem én szeretném, hogy együtt énekeljünk. A szövege megfogó, az biztos. Saját szerzemény lesz. Szóljon a szív szabadságáról. Ha belül szabad vagy, akkor mindened van, és gazdag is.
Szépen köszönjük! Egy olyan feldolgozást fogunk most játszani, ami a zenekar életében legelső dal volt, amit annak idején megtanultunk, és meg is fogott bennünket. Végig is kísérte minden egyes fellépésünket, aztán gyanítom, hogy más-más zenekarokban is, akikkel így együttműködünk. Bye.
Nagyon szépen köszönjük! Egy nagyon-nagyon kedves dal következik most. Ezt a dalt már azért választottuk, mert én személy szerint nagyon-nagyon szeretem. És amit úgy gondolom, hogy egy muzsikus szeret, az talán hitelesebben elő tudja adni. Hát ma a Nádaházam teteje is jó, de ma nem ezért vagyunk itt. Egy dolog, amire nagyon-nagyon büszke vagyok, és szerintem mindnyájan, meg többen közületek, aki ismerheti a következő előadót, nagyon nagy dolgot tett le a magyar blues zenei élet asztalára. Ezen a gitáron itt van a kézjegye, és én erre nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy állhattam bele egy színpadon. Ez megadatott nekem, és ez, szerintem ez nagyon jó. A Petinek szintén adatott meg, és a Tibinek is olyan életlehetőség a világot jelentő deszkákon, hogy akár tömegek előtt is muzsikáltak, Sziget Fesztivál és a többi neves előadókkal, mint Szijjámi Müller Péter és a többi. Ezek nagy örömök voltak a számunkra. Ma a 40 éves évfordulónkat ünnepeljük, és ez jó dolog, hogy még így együtt itt tudunk lenni. Rosvén, 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 Rosvén,
virágot. Thank you.
Egy dal kupasz kutyából. Megbocsátjátok, öregszünk. Tehát ez már nem az a slózi rock, hanem ez az Old Alzheimer slózi rock. Az egy dolog, hogy nagy kedvenc a következő dal. De akkor nem a végén mondom el, hanem az elején egy kis vempet kérek szépen, Péter. A következő dal szóljon azoknak az embereknek az emlékére, akik már nem lehetnek itt közöttünk, mindannyiunknak van ilyen. Ezt a prológust nem kívántam volna ezen a bulin így elmondani, de igazából azért vagyok annyira enervált, megmondom őszintén, mert ma meghalt egy zenész kollégánk. Ribarics Tamásnak nevezték, zenéltem együtt vele
a méltán népszerű heavy metal zenekarban, a Tales of Evening-ben. Tamás 13 napig szenvedett, és ma megadta a lelkét, testét. És ennek folytatásaképpen emlékezzünk még azokra az emberekre, akik valaha a Slow Zero zenekarban játszottak, vagy én velem, akik együtt muzsikáltak. Bohár Zolika, gitáros Zalaegerszegről, fiatalon 17 évesen hunyt el. Aztán szintén fiatalon a zenekar másik énekese, Keszei Csaba, Boci Zalaszengrótról. Aztán a testvérem, dobos Németh Tamás, 29 évesen, tragikusan. Aztán a sort folytatom egy hölgyel, akivel több éven át játszottam a ma is létező buli zenekaromban, a Fantasyban, Dencs Anna Mária. Élt 30 évet, dobos volt a zenekarban. Szóljon az ő emlékükre, és valamennyiünk emlékére ez a dal, és természetesen, aki ezt megírta, Bencsik Samu. Yeah!
köszönjük. És az élet nem áll meg. A következő dal pedig még mindig erről fog szólni. Az úton menj tovább. Lássam egy kicsit a kezeket, tovább megyünk az úton, igaz-e? Munkában, zenében, életben. Köszönjük, és következzen a báli része a dolognak. Igazából sose halunk meg ihaj-tyuhaj. Azért legyen vicces egy kicsit a dolog, hogy mi van a temetőre felírva, feltámadunk, és a kocsmába, kocsmajtóra. Az egy dolog, hogy nincs wifi-bi, beszélgessetek, hanem hogy sose halunk meg. Következő dal ennek az arcképébe szóljon bele, és tényleg énekeljünk egy picit együtt, hogy jobb világ van. Ne mondjátok, hogy ezt nem ismertek. Come on.
8 óra. Nagyon-nagyon szépen köszönjük a meghívást. Köszönjük, hogy megismerjük egymást újra. És nagyon boldog, hosszú, egészségben töltött életet kívánok. És ahogy évek után visszatértem ebbe a faluba, a polgármester úrnak meg is jegyeztem, hogy milyen szépen fejlődik, és tényleg olyan rendben van az egész, és ennek úgy örültem, ahol a gyerekkoromat töltöttem. Nagyon nagy hála nektek! Köszönjük szépen! Mi pedig tényleg köszönjük a Slózirok együttes tagjainak, hogy elfogadták a Köszönjük szépen a Slózirok együttesnek, hogy elfogadták a meghívást. Tényleg üde színfold volt a mai napnak a zárásaként. És tényleg büszké vagyunk azokra a szepetkiekre, akik nem felejtették el a települést, hogy honnét jöttek. A Németh András elkezdte az előbb a iskolát mondani, és hát az András nem 5 éve idősebb, és szerintem ugyanilyen csibész volt, mint én. Örülök neki, hogy visszatérté Póka Szepetke. És örülök azoknak az embereknek, hogy igazából nem szoktak eljönni a FAU napra, de együtt mulattak, együtt táncoltak, együtt énekeltek. És úgy gondolom, hogy az András és a csapata, a Péter, a Csabi Pisti, és aki nincs itt, ugye a Farkas Pisti, mindig tudnak valami újat mutatni a településnek, úgyhogy köszönjük szépen, hogy elfogadták meghívásunkat a FAU napra. Várjuk őket legközelebb is. Gratulálunk nekik! Köszönjük szépen a fogadtatást. Egy dal erejéig szívesen, szerintem egy nagyon népszerű dalt fogunk eljátszani. Ittam egy kis vizet, ebből nő a tudomány a fejemben. Egy kis segítséget kérek szépen! Kocsolyába léptem, sáros lett az új cipőm. Kocsolyába léptem, sáros lett az új cipőm. Hiába keféltem, elhagyott a nő. Minden jó, baby, kérlek, ne sírjál. Minden jó, baby, kérlek, ne sírjál. Sétál volna akkor, mikor elhagytál. 1, 2, 3, 4! Kocsolyában léptem, sáros lett az új cipőm. Kocsolyában léptem, sáros lett az új cipőm. Kérlek, ne sírjál!
Nagyon szépen köszönjük! A jövő!